Budapest, Csokonai Kulturális Központ. Színház, zene, tánc, kiállítások mindenkinek. Egész évben, 7 helyszínen. Az élmények otthona. Rákospalotai Senior Akadémia hallgatók, sok szeretettel köszöntöm Önöket aktuális videó előadásunkon, amely a szerelemről és a szexualitásról szól időskorban. Előre szeretném mondani, hogy semmi olyasmiről nem lesz szó, ami bármilyen módon bántó vagy sértő lehet, sőt inkább arról beszélek, hogy az életnek ez egy teljesen természetes velejárója, és ha az ember egészséges, akkor ugyanúgy lehet 70 éves korában szerelmes, és ugyanúgy lehet aktív szexuálisan, mint ahogyan ezt fiatal korában teszi. Ami még nagyon fontos és nagyon kiemelendő, az az, hogy én nem vagyok sem szexológus, sem szexuálpszichológus, hanem gerontológiai kutató, de gerontológiai kutatóként rengeteg olyan kérdést szoktam kapni, ami ezzel a témával összefüggésben van, és igyekszem ezeket legjobb tudásom szerint megválaszolni, úgyhogy nagyon sokszor találkoztam ezzel a dologgal, illetve ami még nagyon fontos és kiemelendő, hogy ez az egyik legrégebbi előadásom, tehát amikor én Magyarországon elkezdtem gerontológiai előadásokat tartani, azok között az egyik első volt a 2009-ben Őri Szentpéteren tartott előadásom, ami nyáron volt, 2009 nyarán az ottani fesztiválon, a Hétrét Fesztiválon, és ez volt a témája. És akkor nagyon-nagyon sokan jöttek, nagyon sokan kérdeztek tőlem, nagyon érdekes volt a dolog, és ez azóta is tart, tehát amikor ezt az előadás témát hirdetem valahol, akkor mindig telt házakkal szoktam találkozni. Na de kezdjünk is bele a történetbe. Ugye az első dián Titónusz és Matuzsálem alakja merül fel. Ugye Éosz a görög mitológia egyik híres istenasszonya, szerelemre gyulladt Titónusz iránt, a szép fiatal férfi a vadász iránt, és hát ugye azt kéri Zeusztól, aki az ő édesapja, hogy adjon Titónusznak örök életet, s így örökké szerethetik egymást. Ennek Titónusz is nagyon örül, csak Éosz elfelejti, ő nem túl okos istennő, elfelejti azt, hogy örök egészséget is adjon Titónusznak, így Titónusz egy pár évtized múlva már egyre elszáradtabb, betegebb, fáradtabb, s a végén már mint egy ilyen kis bogár mászik a földön, és hát elfelejt ugye örök fiatalságot kérni tőle Éosz, minek következtében végül azért könyörögnek Zeusznak, hogy vegyék el Titónusz életét. Ezzel szemben a másik alak Matuzsálem. Matuzsálem a Biblia hőse, aki bár tudjuk, hogy a bibliai korok azok nem úgy azonosíthatók az életkorokkal, mint ahogyan a sima számolás mutatja. A Biblia szerint 969 éves korában még gyermekeket nemzett, de ez akkor is, ha átszámítjuk földi életre, akkor is nagyjából olyan 90-95 év, tehát mindenképpen egy nagyon aktív állapot. Na most ugye az szerepel a dián, hogy rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk, abban az értelemben biztosan rajtunk múlik, hogy feladom-e. Azt mondom, hogy én már nem vagyok képes sem a szerelemre, sem a szexualitásra, engem már ez a dolog nem érdekel, nem számít, holott lehet, hogy lenne rá partnerem, vagy pedig azt mondom, hogy amíg tudom, addig az életnek ez is egy fontos része. Tehát ebben az értelemben biztosan rajtam múlik. Az azonban nem igaz természetesen, hogy csak rajtam múlna, hiszen az ember nagyon sokféle betegséget kaphat, ahogyan halad előre az életkorában, és ezek a betegségek bizony megakadályozhatják, azt nem, hogy szerelmes legyen, de az biztosan igen, hogy szexuális életet éljen. Tehát ez a videó tulajdonképpen azoknak az embereknek szól, akiknek egyébként nincsen olyan fizikai problémájuk, ami megakadályozná az ő aktív és működő szexuális életüket.
Erről a témáról azért sem túl könnyű beszélni, mert nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon is súlyos előítéletek veszik körül. Nekem is voltak olyan előadásaim, amikor fura kérdéseket kaptam, de ezek inkább az elején voltak a történetnek. Ma már azért 2021-ben azt hiszem, hogy inkább érdeklődés jár az ilyen előadásokért. Ne felejtsük el, hogy 1971 előtt született emberek járnak a szenior képzésekre, tehát azért olyan emberek is nagyon nagy tömegben, akik már egy sokkal nyitottabb, sokkal szabadabb, sokkal liberálisabb világban élték az életüket. De még mindig nagyon-nagyon sok előítélet veszi körül ezt a kérdést, az időskori szerelmet és az időskori szexualitást. Ugye közkeletű felfogás az, hogy nem hogy szexuális, de fizikai aktivitás se nagyon legyen már időskorban, ami egy óriási hiba és óriási tévedés, illetve az emberek általában a szerelmet és a szexualitást a fiatalkorral azonosítják. Ezzel szemben egyértelműen kimutatható, és ez nem kellene szociológiai vizsgálatok, hogy tudjuk, hogy a szexualitás iránti érdeklődés az embernek a haláláig fennmarad, és hogyha egészséges és van megfelelő partnere, akkor tulajdonképpen a teljesítmény az, ami lassan csökken az évek során, de ahogy szokták mondani, szerintem nagyon helyesen a mennyiség szépen lassan átmegy minőségbe, és ennek megfelelően ugyanazt a boldogságot, ugyanazt az örömet adhatja két ember egymásnak, mint amit fiatalabb korú vagy még akár minőségi módon is. Az első olyan úttörő vizsgálat, ami ebben a témában zajlott, az ugye Kinseynek a vizsgálata volt. Ez egy hosszú időtartamú vizsgálat. 1938 és 56 között zajlott ez a vizsgálat. Egyébként ebben az előadásomban én elsősorban vizsgálatokat ismertetek önökkel, és ezeknek aztán ugye utána lehet olvasni és meg lehet nézni, illetve el lehet gondolkodni a vizsgálatok eredményein. Ugye 17 ezer amerikai embert vizsgált Kinsey, és ugye ezek face-to-face interjúk voltak, sokat vádolták őt azzal, hogy főleg bűnözőket kérdezett meg, hiszen ugye olyan embereket kellett keresni, meg prostituáltakat, akik ugye nyíltabban beszéltek a saját szexualitásukról, mint az átlag ember. Ez valóban így van. Viszont később végeztek kontrollvizsgálatokat, és azokból kiderült, hogy nagyjából ugyanaz az eredmény, mint az előző formában. Na tehát a Kinsey hosszú időtartamos vizsgálatában az jött ki, hogy 65 év felett is még heti egy alkalommal együtt van fizikailag a párjával az az ember, akinek van párja, és 85 év felett is még 10 hétben egy-egy alkalommal együtt vannak. Ha már Kinseyről beszélek, akkor el kell mondjam önöknek, hogy ő úgy keveredett ebbe a témába, hogy ő biológia szakot végzett egyetemen tanító, kutató volt, amikor az egyik kollégája, aki fiatal biológia szakosoknak tartott előadást, beteg lett, és megkérte őt, hogy ugorjon be. És Kinsey beugrott, és azt látta, hogy ez, amikor a szexualitásról van szó, akkor még a 20 éves diákok is elpirulnak, nem mernek kérdezni, stb. És úgy gondolta, hogy akkor ő erre a témára rááll, és elkezdi kutatni, nem csak az időskorit, nem csak a fiatalkorit, hanem az ember egész életen át tartó szexuális szokásait kezdi el kutatni. Ugye 30-as évektől vizsgálja tehát a szexualitást a Rockefeller alapítvány támogatásával, és mind a férfiak, mind a nők kapcsán a háború után egy nagyon komoly könyvet jelentett meg. Óriási botrányt okozott a vizsgálata, mert kimutatta, hogy a férfiak 46%-a élete során, valamikor általában kamaszkor körül, reagált valamilyen azonos neműekkel kapcsolatos ingerre, de ezt azonnal félreértették, és azt kezdték el mondogatni, hogy Kinsey azt hiszi, hogy az emberek nem tudom hány százaléka homoszexuális, szó nincs erről, hogy a szexuális fejlődés egy bizonyos fázisában az ember még másként gondolkodik ezekről a dolgokról, és bizony erre utalt a Kinsey a 46%-kal, és 37%-a a férfiaknak valamilyen módon ezen a határon túl is lépett, tehát valami fajta ilyen kezdeményezésszerű szexuális kapcsolatuk volt azonos neművel. Ez azonban messze nem azt jelenti, hogy ők a saját nemükhöz vonzódó férfiak lesznek. Ez általában szociálpszichológiai közhely, hogy egy 8% körüli létszám a populációban az általában a saját neméhez vonzódik. Ez nagyjából minden korban, minden időben nagyon hasonló. Na most ugye nagyon sokan kritizálták Kinseyt, és Kinsey halála után újra elvégezték ezt a kísérletet. Már nem börtönökben lakókra és prostituáltakra fókuszálva. Kinsey sem azokra fókuszált, csak nagyon sok ilyen embert vont be a vizsgálati körébe. Egy Paul Gephardt, a Kinsey által alapított
Kutatóintézet igazgatója vezette ezt a kutatást, szintén több mint 20 ezer, tehát még nagyobb mintán is végezte ezt a kutatást, 73-mal publikálták, és teljesen megegyezett a kínszínek a számaival. Tehát azt lehet mondani, hogy ha az időskorra ezt visszafordítjuk, mert ez a videó most elsősorban erről szól, akkor egyértelműen elmondható, hogy már a 70-es években is a 65 év feletti szenior, akinek van partnere, az is azért hetente egyszer legalább együtt volt a partnerével, maximum két hetente, aki viszont 85 felett volt, annak is még megvolt ez a havi egy. A tovább haladván a kutatásokban, mert ugye azt ígértem önöknek, hogy a kutatásokat ismertetem, szintén amerikai kutatás, Goldie és Kogan 1959-es kutatása, amikor az volt a kérdés, hogy amerikai egyetemisták fejezzék be a következő mondatot. A legtöbb ember számára a szexualitás. És oda voltak írva változatok, válaszváltozatok, amelyek közül ugye ilyenek voltak, hogy már a múlté, elhanyagolható, nem fontos, és ezek közül kellett választani. Ezekből a válaszvariációkból a fiatalok, az egyetemisták elképesztő mennyiségben ilyeneket jelöltek be, hogy a legtöbb idős ember számára a szexualitás már a múlté, elhanyagolható, nem fontos. Ugye valami egészen megdöbbentő volt Goldie és Kogannek, tehát egyértelmű volt, azt is szorgalmazták a tanulmányukban, hogy itt egy kicsit a szexualitásról kell beszélni össztársadalmi szinten, és meg kell értetni az emberekkel, hogy mindenki lesz idősebb, és nem biztos, hogy jó az a hozzáállás, hogy ezt tulajdonképpen el kell felejteni, és nem kell ezzel foglalkozni. Általában is elmondható, hogy a társadalom azok a társadalmi előítéletek nagyon erősek, nem csak Magyarországon, az egész nyugati civilizációban, hogyha egy idős ember mondjuk a szerelmét elmeséli, vagy mondjuk egy asszony nem tagadja le azt, hogy neki vannak partnerei akár 70 év fölött, ugye az irodalmi művekben is, akár Csokonai Karnyóniában, akár más művekben is rengeteg negatív példával találkozunk. Romániában egyik nagyon kedves székely pszichológus kolléganőm tájékoztatása alapján, meg ma is léteznek olyan idős otthonok, ahol tiltják a szexuális életet párok között, akik együtt élnek, mert azt mondják, hogy zavarja a környezetet. Ugye ez valami egészen elképesztő. Tehát ilyenek is vannak sajnos. Ehhez képest ugye végeznek nagy kutatásokat, ezek között az egyik leghíresebb a Göteborgi kutatás, amelyik megnézte az aktuálisan 70 éves korosztályt. 71-72 között, 76-77, 92-93 és 2000-2001 között az aktuális 70 éveseket, és egyértelműen látszott, hogy ebben az időintervallumban, tehát 71-től 2000-ig, a 70-es években járunk a 70 éves korosztály, svéd korosztálynak a szexualitáshoz tartozó attitűdje nagyon megváltozott, hiszen a rendszeres nem életet élő nős-férfiak aránya 52-ről 98%-ra nőtt. A férjes asszonyok 38%-a élt nem életet 70 éves korában, míg 56%-uk szeretkezett a 21. században. Ugye, tehát nagyon nagy, majdnem dupla akkora lett a nőknél is. A nem házasságban élőknél hasonló volt az emelkedés, hogy a férfiaknál a 70-es években 30% volt, a 2000-es években már 54% volt a rendszeres nem életet élők aránya. Mit jelent ez? 3 hetente legalább egyszer, ugye ezt nevezik rendszeres nem életnek, tehát egyértelműen elmondható, hogy a Niels Bohrmann, Magda Wern, Deborah Gustafsson, Ingmar Skog vezette kutatás egyértelműen és világosan kimutatta, hogy időskorban, ahogy telnek az évek, a 2000-es évekbe belépünk, a 70 éves korosztály már elég aktív nem életet él, tehát egyáltalán nem igazok azok a sztereotípiák, amik ezzel kapcsolatban működnek a társadalomban. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a mai 70 évesek, ugye megint 20 évvel túl vagyunk a 2000-es éven, a mai 70 évesek még egészségesebbek, mint a 2000-ben 70 évesek, tehát még inkább alkalmasak erre, hogy együtt legyenek a partnerükkel. Van egy másik svéd kutatás, amit 96-ban publikáltak, ugye az azt nézte, hogy a 70-80 éves svéd férfiaknak az elmúlt hónapban volt-e orgazmusuk partnerrel természetesen, és 46%-nak volt, és kifejezetten ugye 319 városi svéd férfit kérdeztek, ami ugye azért nagyon érdekes, mert nyilván vidéken ez kevésbé működik, de mindenképpen elmondható, látják, hogy tulajdonképpen még 80 éves is, hogyha van megfelelő partnere, akkor át tudja élni ezt az örömöt. Egy másik ismert kutatás az Egyesült
államokban zajlott. 2009-ben publikálta két amerikai kutató, Stacy Tessel-Lindrow és Natila Gavrilova, és látják, hogy ugye az első vizsgálatban 3032 fő volt, bocsánat, a másik vizsgálatban 3005. Nekünk ugye a második az, ami inkább érdekes, hiszen a 57-85 éves embereket vizsgáltak, de aki rendszeres szexuális életet élt, a vizsgálatból kiderült, fiatal idős, sokkal egészségesebb volt. A 75-85 éves korosztályban az amerikai férfiak 38,9%-a még aktív szexuális életet él, és a hölgyeknél is majdnem minden ötödik-hatodik. Azok a férfiak, akik több éve elvesztették a szexuális aktivitásukat, tehát eleve vagy betegek voltak, vagy nem volt partner, sokkal betegebb állapotban voltak, mint azok az asszonyok, akik ugyanazon ide alatt vesztették el ezt. Tehát egyértelmű, hogy a nők egy kicsit jobban fel tudják dolgozni a szexualitás hiányát, kicsit jobban át tudják helyezni a hangsúlyokat az életükben, mint a férfiak. Szintén nagyon érdekes a Michigan Egyetem kutatása, ez 2005-2006-ban volt publikálva, egy Huey Louis nevű amerikai orvos vezetésével, 57-85 év közötti embereket vizsgáltak, 2204 főt, és a vizsgálatból kiderült, hogy az aktív szexuális életet élő nők sokkal egészségesebbek voltak, mint azok, akik nem ebben az életkorosztályban. A férfiak viszont, akik hetente egyszer vagy többször éltek szexuális életet, sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztaltak szívérendszeri eseményeket 5 évvel később, mint azok a férfiak, akik szexuálisan aktívak voltak. Ugye mi ennek az oka? Azt mondhatják, hogy lebeszélhetjük a férfiakat erről. Nem. Egyértelműen megnézték, az az oka, hogy a traumától való félelem, illetve a gyógyszerek szedése, illetve az a félelem, hogy úristen, mit fog szólni a partner, ha nem sikerül, ez jobban megterheli őt. Tehát itt egy megértő partner, egy segítő partner nagyon sokat segíthet, hiszen itt egészen más dolgokat lehet átélni, mint akkor, amikor az ember esetleg egy kevésbé elfogadó partnerrel találkozik. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog ebben a történetben, hogy egy megértő partnert találjon az ember. Mondhatják, hogy tanár úr, nagyon köszönjük itt a külföldi adatokat, de hát mi a helyzet a magyarokkal? Hát utoljára nagy reprezentatív szexualitás szokásokat mérő vizsgálat, látják, 2009-ben volt az én tudomásom szerint, ami reprezentatív mintán 1000 főt vizsgált meg a Tárki jóvoltából a Társadalmi Klímariport keretében. Általában a következő állítások születtek a magyar mintát vizsgálva, nagyon követi különben a nyugati tendenciákat. Ahogyan telik az idő és egyre idősebbé válunk, egyre kevésbé tartjuk fontosnak ezt a dolgot, de senki nem mondta azt, hogy neki lényegtelen, ugye csak kevésbé fontos. A férfiak 38%-a, a nők 19%-a minden korosztályban a szexet tartja a legjobb dolognak az életben. Ez önmagában nagyon fontos. Nagyon érdekes volt az a kérdés is, hogy szex nélkül működhet-e egy párkapcsolat. Minél idősebbek vagyunk, annál elfogadóbbak vagyunk. Látják, hogy a 60-nál idősebbek nők fele azt mondja, hogy persze. Ezzel nincsen probléma. 60-nál idősebb férfiaknál még mindig csak 42% mondja ezt, tehát ők itt is látszik, hogy a nyugati tendenciáknak is megfelelve a férfiak számára a szexualitás egy fontosabb, egy a mindennapi identitás szempontjából egy meghatározott dolog. De ahogy látják, azért a fiataloknál is nem túl nagyok a számok, akik azt mondják, hogy enélkül működhet jól egy párkapcsolat. Nagyon érdekes az is, hogy a 60 év felettiek Magyarországon 7%-ban vallották be, hogy szakítás után is szeretkeztek még a párjukkal, a 40-59 évesek 21%-a, a 18-39 évesek 37%-a mondta ezt. Szintén nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a magyarok mindenféle nemzetközi kutatástól eltérően, ezzel lehet, hogy sokan meglepődnek, de nagy hangsúlyt fektetnek az előjátéknak nevezett történetre, tehát az, hogy megfelelő állapotba kerüljenek a szexuális együttléthez. Ez ugye 60 év felett is 34%, de hát a fiatalabb korosztályoknál is nagyon fontos. Hát reméljük, hogy ezt nem csak mondják, hanem valóban működik. Úgyhogy ezek azok a kutatási eredmények, amik egyértelműen mutatják, hogy Magyarország sincs lemaradva ebben a történetben. Ha valakinek van megfelelő partnere, akkor ma már a magyarok is azt mondják, hogy akár 70 fölött is szükséges az életnek egy nagyon szép és nagyon fontos része a szexuális együttlét, tehát most már inkább a társadalmi előítéleteknek kellene ehhez képest változni. Annál is inkább, mert a szexualitás iránti érdeklődés, ahogy mondtam, nem egy esetben még intenzívebb és idősebb korban, de általában legalább ugyanaz. Az is előfordul,
persze, hogy időnként ilyen furcsa jelleget ölt, de ezek inkább pszichés problémák, amikben én annyira nem mennék bele. Ez nem túl gyakori, de időnként van olyan, hogy főleg a férfi nem tudja feldolgozni a potenciál problémákat, csak akkor ilyen furcsa perverziók jelennek meg. De ez annyira kicsi százalék a társadalomban, hogy ez külön, maximum egy külön előadásban egy hozzáértő tudná meg elmondani. De egyértelmű, hogy megmarad a szexualitás iránti érdeklődés, vagy a Pfeiffer féle amerikai kutatás 1996-ból világosan mutatja. Itt felhívom a figyelmüket egy csodálatos filmre, Sós Ágnesnek a Szerelempatak című filmjére, ez 2013-ban került a mozikba, ami egy zárt erdélyi falu közösségében mondja el, hogy még időskorban is hogy tudnak együtt lenni egymással az emberek, és ott is a faluban van egy-két idősebb úri ember, aki özvegy, és bizony alkalmanként meglátogatja az özvegy asszonyokat, és együtt vannak. Tehát még az ilyen helyen is van ennek gyakorlata, és van ennek működése ennek a történetnek, tehát egyértelműen elmondható, hogy emberi módon élik meg ezt az időskort, még akár a legkisebb településen is. Miért marad meg a szexuális aktivitás időskorban, meg az érdeklődés? Azért, mert ugye a tesztoszteron termelés a férfiaknál tulajdonképpen végig megvan, csak csökken a száma. Ugye a nőknél már más a helyzet, azért a szexuális hormonok radikálisabban csökkennek, de ott is jellemző az, hogy a hormontermelés végig van. Ennek következtében hát bizony vannak olyan periódusok az ember szexuális életében, amikor ez lanyhul, de van, amikor erősödik. Például a kapuzárási pánik idején a férfiaknál erősödik, a menopauza után szokott erősödni a nőknél, hiszen már a teresség iránti félelem az már ugye háttérbe szorul. Tehát ne egy egyenes vonalú zuhanásnak, egy egyenes vonalú egyenletes mozgásnak fogjuk fel a szexualitást az ember életében, hanem egy változó történetnek. Arról sem szabad hallgatni, hogy vannak problémák a szexualitásban, ahogyan telnek az évek, ugye a merevedési zavarok a férfiaknál, a refrakter időszak nagyon-nagyon-nagyon kitágul, hosszú lesz, mire újra aktív lesz valaki. Ugye egy 20 évesen ez 20-30 perc, 50 év felett akár lehet 18-20 óra is. Viszont, hogyha beáll maga az a szakasz, a merevedési szakasz, akkor nagyon gyakran sokkal hosszabb ideig tart. Tehát ami az egyik oldalon előny, az lehet, hogy a másik oldalon hátrány, és fordítva. Természetesen jelentkezhetnek az ejakuláció prékox problémák, az anhedónia problémák, és a nőknél pedig ezek az úgynevezett fájdalmas közösülések, a diszpareunia problémák, vagy az, hogy az orgazmus hiány ugye fellép a nőknél. Ezeket nyilvánvalóan a párkapcsolatban egymásra figyelve lehet orvosolni, ha pedig ennek orvosi beavatkozására van szükség, akkor minél hamarabb el kell menni, akár pszichiáterhez, akár urológushoz, és ő megvizsgálja az embert, és megpróbál ezen megfelelő gyógyszerekkel segíteni. Ugye miért csökken a szexuális teljesítés? Ezeket 60 felett, ugye ezeket soroltam fel, a mentális fáradtságtól kezdve az unalomig, monotóniáig, az elhízásig, ami nagyon gyakran megtörténik, mindenféle gyógyszerek szedése, nem egy nyugtató antidepresszáns hipnotikum csökkenti a teljesítő képességet. És hát tulajdonképpen ugye az alkohol meg a dohányzás is közrejátszott ebben a történetben. Mi van még? Hát természetesen ugye a betegségekkel kapcsolatos félreértés. Nagyon sokan azt mondják, hogy egy komolyabb betegség után már nem szabad elkezdeni a szexuális életet, miközben látják, hogy 8-10 héttel ezek után is tulajdonképpen újra lehet folytatni. A szexuális aktivitásban pedig ugye itt megint ott van a társadalmi előítélet, hogy ez nem való, ez neked nem való, ezt már neked nem kell csinálni. Ehhez képest ugye minden kutatás azt mutatja, itt ugye egy 97-es kutatást mutatok önöknek, hogy aki időskorában is szexuálisan aktív, sokkal egészségesebb, tehát alapvetően ugye akár élethosszabbító szerepe is lehet a szexuális együttlétnek. De most mondhatják, hogy hát persze ez lehet, de ennek van mondjuk a partneremnél, a férfinél fizikai akadálya. Hála Istennek, ugye a 90-es években tulajdonképpen egy pajzsmirigy vizsgálat során találták meg ugye a sildenafil nevű hatóanyagot, most már létezik a tadalafil is, mind a kettő nagyon jó. Ezekben ugye Cialisban, illetve bocsánat, nem ebben ugye a Cialis, ez egy teljesen más, meg az Uprima, ugye az agyi stimulás, hanem a Viagrában ugye van a sildenafil, a tadalafilnak is megvannak a megfelelő gyógyszerei. Itt nagyon fontos, hogy ezekből maximum 100 mg-ot szabad bevenni, mert hiába veszek be
többet, nem lesz jobb a hatása, viszont adott esetben beteg lehetek, hogyha többet veszek be, például infarktus lehet kapni, vagy valami agyi vérkeringési zavart. Tehát alapvetően azt kell mondani, hogy ezeknek a gyógyszereknek a szedése akkor indokolt, amikor tényleg másképp nem megy, és nem szabad túl rendszeresen ezeket szedni. Ráadásul meg van adva, hogy mennyit lehet táplálkozni, mennyit lehet inni előtte, utána, stb. Tehát ezekre külön kell figyelni, hogy a dolog működjön. De valóban ez a CGMP nevű monofoszfát, ugye ez felszabadul, és a Viagra hatására is akkor egy ilyen hosszabb ideig tartó ingerelhető állapotot hoz létre. Tehát akár egy 90 éves férfi is tud gyermeket nemzeni, hiszen biztosan tudják, hogy a spermiumok termelése az működik, az valóság még 90 éves korban is. Tehát ezért is nagyon sokszor történik az, hogy a Viagra nemzedéknek hívják a most a 60-as, 70-es éveiben járókat, mert hogy nagyon sokan új családot alapítanak. Egyébként ez egy elég felelőtlen és elég furcsa dolog, de nem szeretnék kitérkezni ebben a videóban, de új családot alapítanak, mert ugye még ezeknek a gyógyszereknek a hatására szexuálisan aktívak tudnak maradni. Én azonban mire szeretném felhívni a figyelmet? Nem erre, és semmiképpen sem ezt szeretném reklámozni önöknek, hanem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem kell úgy az embernek élete utolsó harmadába fordulnia, hogy attól fél, hogy nem élheti át ezt az örömet, hiszen ma már ezek a gyógyszerek tökéletesen biztosítják az ember számára ezeket a lehetőségeket, és nem kell magamat elásni, és azt gondolni, hogy én már nem vagyok alkalmas semmire. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Végül egy tabutörő filmre szeretném felhívni a figyelmet, amit András Dresser rendezett, 9. Mennyország, Folke 9 címen került a mozikba. Ez két idős ember szerelméről szól, Inge és Kál szerelméről. Inge egy nagyon rossz, kihűlt kapcsolatban él, onnan el is fog majd költözni. A Kál szerelem hatására is összeköltöznek Kállal. Inge 65 éves, Kál 73, nemrég veszítette el Kál a feleségét, tehát ő egy özvegyember, és nagyon-nagyon nagy szerelemmel, nagyon szépen, nagyon boldogan találnak egymásra. Úgyhogy ez egy nagyon szép film, és megmutatja azt, hogy időskorban is lehet az ember ugyanolyan szerelmes, mint fiatalon. Másfelől viszont a film megmutatja azt is, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy hogyan kommunikálom ezt a környezetemmel, hiszen bizony Werner, aki magányos lesz, ő ebbe belehal. Tehát itt, aki azt a megoldást választja, hogy kapcsolatokat felrúgva 60-70 évesen egy új partnerhez kerül, az nagyon meg kell gondolja, hogy mi lesz azzal az emberrel, akit odahagy, mi lesz azzal az emberrel, akit magára hagy egy ilyen helyzetben. És ott nagyon fontos, hogy legyenek emberek amellett, az ember mellett, aki egyedül marad egy ilyen helyzetben. No hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Én elsősorban, ahogy látják, kutatásokat összegeztem ebben a mostani előadásomban, és biztosan vannak az utóbbi évekből is fontos kutatások, ezek azonban messze annyira nem hivatkozottak, mint az általam említettek. Bárkit jobban érdekel a téma, minden egyes kutatást megtalálja az interneten, utána lehet olvasni. Ez a kutató munkához is sok örömet kívánok mindenkinek, jó egészséget kívánok egyszer, mint és novemberben majd egy újabb videóval jelentkezem. Köszönöm szépen a figyelmet!